A megyei beszámoló elfogadása előtt ellátogat a Csongrád megyei kereskedelmi és iparkamara a térségi központokba, így kerülhetett sor a makói ülésre kedden. A találkozón értékelték a 2014-es évet. Azokat a célokat, amiket kitűztünk, abban én azt gondolom, hogy jól teljesítettünk. A vállalkozás fejlesztések, illetve a 14-től 20-ig terjedő időszakra vonatkozó pályázati lehetőségek, tervkészítések vonatkozásában önkormányzatok és a vállalkozások közös gondolkodását segítette elő, és ebben azt gondolom, hogy a kamara nagyon komoly közvetítő szerepet vállal és vállal a jövőt illetően is. Kapcsolatépítésben, házatépítésben szintén nagyon jó lehetőségeket nyújtottunk. A szakképzés területén jelentős előrelépések vannak a duális képzést illetően. A találkozón ismertették a tavalyi nagyobb rendezvényeket Makó térségében, ahol a vállalkozókat tájékoztatták különböző témákban. Március 7-én volt egy rendezvényünk a Koronában, ahol Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter tartott tájékoztatót az Európai Uniós következő 7 évben megrendezett pályázatokról, ennek elbírálásáról, lehetőségeiről. Májusban a Városnapján volt a Best of Makó díj átadása, amelyen szintén részt vett a kamara, valamint szeptember 27-én volt a Váker Kft-nél egy elég nagy vállalkozói rendezvény, ahol itt volt Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter, jelen volt Farkas Éva Erzsébet polgármesterasszony, valamint Varga Mihály miniszter úr. Az egyik utolsó napirendi pontként egy óföldáki vállalkozó mutatta be 25 évvel ezelőtt indult tészta üzemét, aminek fejlesztéséhez pályázati segítséget is igénybe vett. Sikerült olyan fejlesztéseket véghez vinni, amikre egyébként ugye nem kerülhetett volna sor semmiféleképpen. Szerencsére egyre javulnak a piaci pozícióink, itt főleg a házfaszállítás az, ami nálunk dominál. Tehát gyakorlatilag a vevőkörünket saját magunk szállítjuk ki a tésztát. De természetesen boltoknak, éttermeknek, nagykonyháknak is szállítunk.